Sziasztok! Ez a Crysis 3-nak a bétája, amit multitól kaptam, legalábbis a kulcsot. Mondjuk utána nyílt béta lehet rögtön, talán még amire felmegy a videó, még mindig le lehet tölteni. De a lényeg az, hogy sokat gondolkodtam azon, hogy megcsináljam ezt a videót, ugyanis béta, és hát azt nem szokták szeretni. Általában a szerződésekben le van írva, hogy nem szabad róla felvételt készíteni. Hát nem baj, most csináltam egyet. Remélem, hogy nem függesztik fel a fiókomat, vagy valami. Úgy láttam, hogy mások is töltöttek fel, ezért mertem. Na hát két új, vagyis két játékmód van a játékban, a Hunter és a Crestsight. A Hunter az az új játékmód. Crestsight az már a Crysis 2-ben is benne volt. Hát akkor most megmutatom először a Crestsightot egy picit. Aztán hát megyek a Hunterre. Na hát eleve már úgy van megcsinálva a játék, hogy mindenféleképpen akassza ki a gépet, tehát ez most így ki tudja akasztani a számítógépemet. Hát gondolom úgy voltak a Crytek-nél, nem akartak még egyszer egy olyan játékot kihozni, ami mindenen elfut, mert akkor azt hiszik rá, hogy szar. Aztán most különösebb grafikai javulás nélkül már sokkal jobban szaggat, mint a előző rész, tehát ezt így szuperül össze tudták hozni. Na mondom, szerintem a játék nem szebb, az érsimítások azok, amik miért ment el a hang? Na, de az érsimítások azok, amik kurcsák egy kicsit. Nem látom. Aj, tehát meg is tartom ezt a fogyókfegyvert. Tehát itt egy kicsit kockásabbak, vagy ilyen furcsán kockásak a tájak. Megmutatom, hogy milyen grafikai beállításokat hat. Jaj, pont ott van. És az a vagy ilyenkor el fog menni az options menü. Nem, az előtt ment volna, amikor meghalt. Nem ment el, jó van. Tehát itt vannak a grafikai beállítások. Ezt az SMAMA lóvot kell használnom. A többit már nem bírja igazából. Viszont minden más ezen kívül, tehát ez volt az érsimítás, minden más fullon van, tehát amennyire lehet fullon van, maximum még a motion blur-t lehet berakni, mert az már csak egy kis effekt, hogy mennyire mosódjon el az egész. Na hát maga a játék ugyanúgy New Yorkban játszódik, ami szerintem katasztrófa. Már rég nem a New Yorkba kéne játszódni a Crysisnak. Olyan nem értem, hogy miért, hogy kerültünk New Yorkba, miért itt van a világ legrosszabb helyzete. Állandóan a New York-iak látják, már ilyen gép is van, meg megnyomtam az X-et és bejöttünk ilyen cukik a kis fegyver, hát ilyen fegyverösszeállító menü, ez a Crysis 1-ben volt. Egy nagyon cuki megcsinálva, de ott sem multiplayer közben, hogy megavarjam a játékban. Ajajaj. Egy kicsit változtattak a nanoruhám. Úgy vettem észre, hogy alapjáraton a páncél az úgy működik, hasonlít a működése a Crysis 1-hez. Nagyon sokszor hallottam azt kritikának, hát nem sajnos jogos is volt, hogy a nanoruha 2.0, ami a Crysis 2-ben volt, az egy úgy volt szara, hogy volt, hogy hogyan lehet valami 2.0, ha lemerül páncélmódba, a Crysis 1-ben meg a páncélmód volt az alapmódja a ruhának, tehát úgy volt elkészítve a ruha, hogy bármi történik, a páncélmód volt az, ami működött. Fúj, de rossz ez a fegyver. Na, miért nem tudok most valamit sem ütni? Na, azt hiszem.
Mint egy picit lassan reagálva, de mindegy. Tehát ott a páncél volt az alap. A Crysis 2-ben a páncélmódban merült a ruha, ráadásul nem is védte úgy a testünket, ahogy kellett. Most úgy néz ki, hogy talán meghallgatták a készítők a játékosok bajai. Na, hogy tudom felvenni? Nagyon jó. Na, francba. Tehát most a lényegében azt csinálták, amit az egyben láthattunk, tehát a dzsungel volt, a kettőben lévő város pedig dzsungellé alakították, hát ez tényleg nagyon nagyszerű ötlet volt, már csak azért is nagyon örülök neki, mert a Crysis 2 valahogy semmilyen szinten nem illett bele a Crysis egy sztoriába, tehát így képzeljétek el, mint hogyha a Star Wars-ban hirtelen, nem tudom, jaj de jó lángszorok, Star Wars-ban hirtelen megjelennének az elfek, és elkezdenének, nem tudom, akkumulátorokat árulni. Tehát így ennyire illet vele az egész, de semmi baj, lángszorunk. Na hát igen, ez a manapság nagyon divatos így, vagy igen, így az, ami tényleg nagyon szükséges minden játékban, úgy hiszem. A lényeg az, hogy fejlődjünk folyamatosan visszafelé. Ez a lényege a evolúciónak, nem? Tehát így körülbelül nem értem, hogy mit keresünk itt. Crysis 1-ben megvolt az, hogy valamilyen idegenek voltak a hegyben. A Crysis 2-ben valamiért nem a csendes óceánok szigetén voltak az idegenek a hegyben, hanem New York közepén. Hát hol máshol lennének az idegenek? Van Nanovisionünk, amit már az előző részből is megszokhattunk, vagy előző részből pontosan. Lemerül. Na, tehát amit nem mondtam, hogy körülbelül minden külön energiaforráson van, tehát ez meg miért nem döglöttél meg a front egyen meg? Tehát a láthatatlanság végre nem a páncél energiáját veszi, tehát a pajzsnak az energiáját, az armor, hanem külön energiaforráson van, a futás nem használja az energiát. Ha, te meg pisilsz vagy mi? Hol a folyadék? Na hát a Crysis 2 bugosságát remélhetőleg kijavították a 3-mal. Crysis 2 volt az életem legbugosabb játék, amit megvettem. 10.000 forintért, tehát így játszhatatlan volt az egész. Tehát tökéletes volt arra, hogy elcsesszem a pénzem. Kalózjátékkal bármikor fel lehetett menni online játszani. Csak azért, hogy lényegében bármilyen cheater megjelenhessen a legálisan vásárló multiplayeresek között. Ó, de jó, most itt összegyűjtette a killeket, ott volt az enyém is. Na, átmegyek ebből a Crestside-ból. Ahogy ennek a játékmódnak az volt a lényege, hogy lejött az égből egy ilyen pod, oda kellett menni, el kellett foglalni, és meg kellett tartani, de hát én nem abban foglalkoztam. Na, mindjárt belépek újra, csak leellenőrzem a felvételt, hogy működött-e, jó volt-e. Na, nem lett olyan rossz a felvétel, hoppá, beleütöttem a mikrofonba. De azért halkabbra vettem mindent. Na, még egy kicsit halkabbra veszem. Hogy azért halljátok a játékot, vagy engem halljatok. Na, itt a filterek mindig elfelejtik, hogy mit állítasz be, tehát gratulálok, tök jó.
belépek egy Hunter játékmódba. Na, sorba kell állnom, mert nincs hely. Na, végre raktak bele sorban állás módot. Amúgy, hát a Crysis 2-nek a ugyanez volt a menü rendszere, hát remélhetőleg ugyanazokat a bugokat nem sikerült átörökíteniük. Én fogtam volna ezt az egészet, és akkor beleraktam volna a lomtárba, és nyomtam volna egy végleges delete-et, mert ez egy szar. Minden esetre úgy néz ki, hogy a Crytek-nél most bíznak abban, hogy sikerül az olyan alapvető hibákat kijavítanunk, mint a zene kétszer elindulása, vagy a lobby rendszer kifagy, és soha nem indul el. Esetleg a rossz unlock rendszer, amivel unlockolod a fegyvereket, és akkor végtelenségig ott van a kis jel, hogy van új fegyver unlockod, de amúgy nincs. Csak hogy pár olyan hibát említsek. Ja, meg például az, hogy amikor be kell írnod a CD kulcsodat, akkor nem fogadja el. Tehát ilyen nagyon alap dolgok, amik igazából... Na, itt látjátok, hogy olyan Unreal Tournament-es, engine-es cuccot vett fel az egész, hogy így szép lassan épül fel a környezet. Ez az Unreal Engine-eknél volt jellemző. És ami nekem feltűnt, hogy nekem ez szerintem sokkal kevesebb effekt miatt, vagy lehet, hogy az érsimítás miatt, hogy csak egyszer egyes és akármicsodát bír, de ez most nem néz ki olyan jól, mint a Crysis 2, de lehet, hogy már csak én szőrözöm a játékot nagyon. Boom, headshot. Headshot nélkül, persze. Na, itt most én vagyok a Hunter, nem teljesen értem a történetét, mert ez a Crysis amúgy komolyan olyan, mint hogyha tejjel inná a teát. Abszolút nincs benne semmi logika, és mármint az egész történetben. Szerintem fogták a Crysis 1-nek a történetíróját, aki szerintem egy zseniális történetet írt, és úgy voltak vele, hogy nyilvánosan kivégzik a stúdióban, és valami olyat akarnak készíteni, ami ettől teljesen más, és minden játékos megzavarodhat, és rájön, hogy egy ostoba mesét néz a, vagy ostoba mesével játszik a játékos, ahelyett, hogy mondjuk egy normális történetet kapna, ami méltó a Crysis 1-hez és a Crysis Warhead-hez. De nem, tehát így az idegenek ugye megkapták a plusz energiát az atombombától a Crysis 1-ben, és utána mi történt a Crysis 2-ben? Egy vírus felüti a fejét. Semmi köze nincs hozzá. Na itt a hátteri játékmódban végig láthatatlanok vagyunk, a szerencsétlenek meg nem. És a szerencsétleneket kell levadászni. Láthatatlanként, itt ilyen nagyon jó az egész. De hogy miért a nanoruhások miért űzik a cefeseket, azt mondjuk én most nem értem. Ugyanis eleve nincsenek nanoruhások, mert az összes nanoruha amúgy a cefnek a túl... Cef? De hogy is a cefé? De ők a cefek most már. A fene se érti, de az ő tulajdonuk, mert ugyanis ez egy... Vagy cell? Nem. A cell, a cef az az idegen négy. De ezt is nagyon jól megcsinálták, hogy legalább hasonlítson a neve a két rossz fiúnak egymásra. Nehogy véletlenül az ember úgy érezze, hogy valahol itt van. Hogy mondjuk a... Mint a Jedik és a Sith-ek. Tehát ott is ott van a Jedi, érzed, hogy az Jedi. A Sith az érzed, hogy rossz. Vagyis a Jedi az jó, a Sith az rossz. A Cell-Cef az meg... az rossz. De még a Star Wars-ben is ott van, hogy Bounty Hunter az álca volt. Valahogy látni kéne a hátát, hogy mi van ráírva. Talán Cell van akkor ráírva, mert... a francban még nem láttam. De mindegy, a térképet is figyelnem kéne, nem csak dumálni. A térképen lehet látni azt, hogy hol van az ellenségem, és úgy lehet egy kicsit adni neki. Á, nem látom a hátát!
szerencsétlent úgy körbevettük, hárman kezdtük el becélozni, de pont túlélte. Csak a hátát akarom látni. Nem lehet megforgatni. Miért nem lehet megforgatni? Ranger Sniper, vagy Close Quarters, Close Quarters, Close Quarters, hát ez nagyon jó mostanában minden Close Quarters. Cell, Cell, bocsánat, Cell, nem Cef, a Cef az az idegen csúnya lény. Na a lényeg az, hogy a... hogy amúgy a nanoruhát a Cell fejlesztette ki, és a hadseregnek, és hogy most miért van ennyi hadsereg, ja és ez a hang, ezt halljátok, ez körülbelül az Alienből nyúlták le, azt jelenti, hogy vagyis hát ott volt először ötlet, hogy nem látod az ellenfelet, mert honnan tudnád, hol van az Alien meg a Predator, aki üldöz, vagy hát eleve az első szériákban az Alien, és minél jobban kattog a hang, annál közelebb van. Na már most, most én miért lettem nanoruhás, miután meghaltam, ezt sem értem sztoriból adódóan, hogy most miért állok a rossz oldalról hirtelen a jó oldalra? Na mindegy, a lényeg az, hogy a hadseregnek hát nem igazán van sok nanoruhája, mert ilyen biztonsági intézkedések voltak a nanoruhákban, hogy a cellé maradjon. Ehhez képest most itt szépen vadásszuk ezeket a szerencsétleneket. Jó van. Na, tehát ennek így kattog a hang, ha közel van egy nanoruhás, ennyi az összes kommunikációja. A nanoruhásokkal, a hunterekkel. Nem látja őket, csak Max hallja. Nem tudok felugrani, nem tudok felugrani, aha! Ja igen, a kedvencem amúgy a, hát a Crysis 2-ben, ez a Killcam rendszer, ugyanis rohadtul szarul működik, tehát remélhetőleg itt már javítják. Ott úgy volt, hogy volt a csúnya Killcam, és rosszul mutatta azt, hogy hogyan ölted meg az ellenfelet. Tehát meghalt a csapattársam, mindjárt sírok! Nem. Oh, van hőlátás a snipernek. Hoppá. Nagyon közel vannak hozzám. Tök mindegy, nem látom vele a nanoruhásat! Akkor minek a hőlátás? Egyszerű volt célzás nélkül lövöldözni. Vagy mi? Nem értem komolyan. Tehát, hogy miért öljük? De nem is akarom megérteni igazából, mert... mert mondom, amit lehetett, elcsesztek a Crysis 2-ben lényegében. Egy valamit írtam föl, azt viszont pozitívumot neki, hogy a multia jól optimalizált volt, és a régi gépemen futott, és ilyen Call of Duty hangulata van, tényleg ilyen pörgős, meg taktikus, a páncél meg a láthatatlanság taktikussá tette az egész játékot. Na már most ez így tetszett, én azt mondtam, hogy jó, megbocsátom minden bűnét, az, hogy így leköpték és lehugyozták, majd szarral betemették a Crysis 1-nek a szépségét. Tehát mondom, ezt így megbocsátom, legyen, ez van. De... Aztán jött egy patch, amivel elvileg javították azt, hogy sokkal több hát ilyen beállítási lehetőséget adtak a játékhoz, és javították, hogy gyorsabban fusson a gépen. Na már most azt elérték avval a patch-el, a Crysis 2-ben, hogy
csúnyább lett a játék, és még szarabbul futott, mint az előtt. Utána már nem tudtam vele játszani, tehát nem volt rá lehetőségem, annyira szaggatott, tehát ezt is duplán megköszönhettem a Crytek-nek, hogy sikerült azt is elcseszniük, ami jó volt. Már ami jó volt, mert azon túl, hogy a lövöldözés úgy, ahogy működött a játékban, semmi más. Tehát a menürendszer halott volt, a multiban minden meccsen találkoztál egy cheaterrel, akinek vagy örök élete volt, vagy pedig örök láthatatlansága, vagy pedig folyamatosan atombombákat dobált az égből, amikor nincs is atombomba a játékban. A lényeg az, hogy mindig találtál valakit, aki boldogíthatott téged, és ez a Crysis 3-ban remélhetőleg megváltozik, de én megmondtam, hogy Crytek játékot többet nem veszek. Legalábbis teljes áron tuti nem. Crysis 2 olyan volt, amiben bíztam, a Crysis 1 az nekem így nagy kedvencem, és Crysis Warhead-del együtt. Hol vagy? Meg miért vagy látható, ha elvileg Hunter vagy? Promotion! Remélem, hogy bug miatt láttam amúgy. Mi ez? Miért látható mindegyik? Vagy ez már nem Hunter játék mód? Jaj, ez Crash Site! Ó, a francba. Ne aggódj, csak egy mordájjal lövöm a hátad! Basszus! Mi a gránát? Postulj rakétát az arcodba! Na, ide jöttem Crash Site-ot foglalni. Ilyenkor jól kapja az ember az XP-ket. Ha jól működik a játék, de ennél sose lehet tudni. Ne aggódjatok. Ha iszi a... Nano... fegyverek páncélzatok. Jók voltak az előző részben, tehát fejlesztések, azok tetszettek. Itt elméletileg az, hogy most itt kijavították a nanoruha 2.0 szánalmas dolgait. Ah, ez francban. Most így jobban működhet a játék. Lőj már! Miért nem lőtt? Hát nyomta! Aj, ez nem hiszem el. Tehát, hogyha... Nem! Most lő! És automatikusan bekapcsol az armor. Így kellene működni egy nanoruhának! Crysis 1-ben már így működött. Sőt, a Crysis Warhead-ben még tovább fejlesztették, mert még jobban működött a ruha. Hát te még mit csinálsz itt? Ne simogassál, ölj meg! Na, a lényeg az, hogy Crysis 2 minden szinten katasztrófa volt. Nem is értem, hogy van még, aki megveszi a 3-at? Bízik még valaki a Crytekben? Teljesen őszintén kérdem. Tehát én mint megvásárló, második rész megvásárlója, abszolút úgy éreztem, hogy elárultak engem. Tehát egy pénzemért cserében csak árulást kaptam. Hát erről a játékról most nem is tudok úgy beszélni, hogy... Aj! Nem igaz, hogy... Na mindegy. Nem lehet normálisan kilépni abból a menüből. Tehát én... Engem elárultak, átvertek. Amúgy a Crytekkel nincs különösebben bajom. Tehát ez dicsérendő, hogy a CryEngine szabadon közzétették, tehát hogy bárki készíthet például vele játékokat ingyen, de jót fog tenni nekik, valószínűleg ők is érezték a Crysis 2 után, hogy nekik a free-to-play modellben kell gondolkodni, mert már nem képesek olyan játékot létrehozni, fizetőset, mint amilyen elvárna az ember. Tehát így, ez most az utolsó fizetős játékuk, ha minden igaz. Ezután csak ingyeneseket gyártanak.
Nem tudom, hogy a jogok az IE-nél vannak-e vagy sem. Hát valószínűleg az IE keze közrejátszott, hogy egy fost adott a Crytek ki. Idő előtt. Hogy nem baj, jó lesz az, elindul a játék. Na persze, nem indult el a játék. Tehát nem úgy van. 10 emberből 8-nak elindult a játék. És ezért ki lehetett adni, mondjuk úgy. Valószínűleg az IE-nek köszönhető, de valószínűleg a Crytek rosszul mérte fel, hogy mire képes és mit tud csinálni. Na mindegy, ez a multiplayer beta, ez volt. Hát mindenki döntse el maga, hogy kell-e. Csak ennyit tudok mondani. Mert annyira nem jó semmire. Csomó idő, míg felhúzod. Szerintem nem menő, utálom. Mi a francia kell minden játékba hihet belerakni? Hagyjuk már meg az íjakat, a számszeríjakat, meg mindent a... Nem is tudom. Ja, amúgy a Crysis 2 egy... Hatalmas nagy kupola alatt van, amit a cell tart fönn. Mit csinál ez itt? Mi ez? Olyan stabil ez a V-tól. Ennyire tudok fel. Na jó, mindegy, ennyi volt a Crysis 3 multiplayer beta. Köszi a figyelmet.